megérkezett a nagy törei gyerekre, kedves hölgyek, jöjjönek, egyék, vegyék, vigyék! Tegyék el térire, hűtőbe, üvegbe, minden, hogy lekvárnak, főzzék! Három hónapnyi bezártság, elzártság után helyreállhat-e a helyi gazdaság, vagy túlságosan is sérülékeny ahhoz, hogy túléljen egy vírus miatti válságot? A választ Magyarország cseresznyés kertjében próbáljuk megtalálni. Minden cseresznyéről szól nagy körülben. Vásári forgatagban kezdünk, ahol, amint erre már történt utalás, minden a cseresznye körül forog. Számítottunk arra, hogy egy jó pár hónap kihagyás után azért lesz most komoly érdeklődés. A cseresznye természetesen mindig hívószó, olyan hívószó, aminek az átlagember nem tud, nem az átlagember, a cseresznyekedvelő ember nem tud ellenállni, ezért természetesen sejtettük, hogy lehetnek ma sokan is. Az, hogy ilyen nagyon szép létszámmal vagyunk, az nyilvánvalóan azért nagyon nem lepett meg bennünket, örülünk neki. De honnan az édes gyümölcs helyi kultusza? A cseresznye számára oly kedvező talaj és éghajlati feltételek már a középkorban is megvoltak a körüli medencében. Nagy valószínűséggel állíthatjuk tehát, hogy vegyesházi királyaink idején a monostor és a falu lakói több gyümölcsfajtával együtt termesztettek és fogyasztottak cseresznyét is. Viszi az egész települést a cseresznye, de messze nem a cseresznye a legfontosabb termék, de ugye a cseresznye a szívformájú gyümölcs, és ezért ez jól kifejezi Nagykörűnek a hangulatát. 1870-ben megjelent a faluban egy 25 éves férfi, aki örökölt birtokán gyümölcsöst és faiskolát létesített. Ő volt a cseresznyés gróf. Petrovai György a körüli határban lévő minden bogyós és csonthéjas gyümölcsöt begyűjtött. Ezek között ott voltak a nagy körüli névvel nevezett fajták is. Az 1880-as években készült az a faleltár, amelyben 65 cseresznyefajta között egy nagy körüli korai és egy nagy körüli ropogós is szerepel, megjelölve származásuk, a szaporítóanyag beszerzési helye is. Természetesen ennél sokkal több kertben termesztettek cseresznyét, de ezek a fajták nevükben még az ártéri termőhelyről való származásukat hordják. Ezek a fajták itt termettek csak, és itt lettek anyakönyvezve Petrovai György által. A cseresznyés gróf 1916-ban Máramaros szigeten hunyt el. Leszármazottai azonban még ma is élnek Nagykörűben. Egyikük Kati néni. Petrovai Györgynek a leszármazottja vagyok, mégpedig a dédunokája. És nagyon szeretettel gondolunk mindig rá, és nagyon sokat tudunk az ő termelő munkájáról. Az ő nevéhez fűződik a Germesdorfi cseresznyének a meghonosítása Nagykörűbe. Több hektár földön termelte a cseresznyéjét, és jobbágyakat foglalkoztatott, de a jobbágyakat azért, hogy és ingyen adta nekik a cseresznye magoncokat, hogy szeressék meg, és minél többen, nagyobb területen elterjedjen a Germesdorfi cseresznyének a termesztése. Van ezen kívül, hogy többfajta cseresznye is még ott a mi kertünkben is. Pillanatnyilag körülbelül a 80 darab fával rendelkezünk, ami hát az ő nevéhez is fűződik azért nagyjából. A kis parcellák árutermése idővel jelentős lett. A család szükségletét meghaladó mennyiséget eladták. A piacképes áru értékesítése a családok jelentős bevételi forrásává vált, amelyre volt is kereslet a jászsági és a tiszántúli településeken. A megtermelt, jó minőségű áru szaporodott, a piac szélesedett, a körüli Germesdorfi hírneve nőtt. A múlt század 30-as évtizede volt a legvirágzóbb időszaka. A körüli ropogós cseresznye az exportálás révén európai hírűvé vált. Minden évnek megvan a maga sajátossága a cseresznye szezonban, mert hol a fagy befolyásolja, hol a túltermelés, hol a nagy meleg, hol a hirtelen jött eső, hol a jég, hol a virágzáskor elfogyott virágok.
Szóval az idei évnek az a sajátossága, hogy a hosszú tavaszi több mint másfél hónapos kemény asszály után jött ez az esős időszak, ami azért azt kell mondanom, hogy nagykörű, megint nagyon szerencsés volt ebből a szempontból. Nagyon sok olyan cseresznyés vidéket ismerek, meg cseresznyés gazdát nagykörűn kívül, akiknek sajnos már befejeződött a cseresznyés szezon. Sok helyen 100 milli esőt kaptak, jeget kaptak, és ilyen körülmények között már nem lehet cseresznyét szüretelni. Nagykörűben a legnagyobb viharok elkerültek minket, bőven volt eső itt is, de jelenleg a nagykörű cseresznyének a repedési drátája, azért 5-10%. Tehát 5-10%, ami azt jelenti, hogy egészen kezelhető. A cseresznye marketinget önazonosságot jelent a településen, és természetesen kitűnő alapanyaga a pálinkának is. Estand előtt sem véletlenül állnak sorban. Az értéket mértékkel mottó mögött kiváló minőség és 38 év elhivatottsága húzódik meg. A nagykörűi cseresznyepálinka 2017-ben Magyarországon 9.-ként kapott eredetvédelmet. Ezzel egy polcra került a Szatmári Szilvával, vagy a Gönci Barackkal. Júniusban újabb lépést tett az elismertség és a védettség felé a nagykörűi cseresznyepálinka. Elkészültek a szükséges termékleírások, így a földrajzi eredetjelzőt is megkapta a párlat. Ez alapján mostantól csak az a cseresznyepálinka használhatja a nagykörűi cseresznyepálinka címet, amely nagykörű, dobapuszta, csataszög, fegyvernek, hunyatfalva és kőtelek településeken termelt cseresznyéből készült, ott is főzték, illetve palackozták. Családi vállalkozás vagyunk, a feleségem, a fiam meg én dolgozunk benne. Nem is akarunk nagy mennyiséget, tehát megpróbálunk inkább csak a minőségre törekedni. Éppen ezért volna kapacitás többre is, de azért az nem akarjuk, mert én úgy gondolom, hogy amíg én magam meg a fiam végig tudjuk kísérni a gyümölcsvásárlástól a szefrézésig és a főzésig, addig tudunk megfelelő minőséget. Én nem bántok senkit alkalmazottat, de azért az alkalmazott nem úgy figyel egy termékre, mint a maga a tulajdonos, én úgy gondolom, és minket erre törekszünk, hogy inkább legyen évente, mit tudom, a málnapálinkából 300-400 üveggel, mint az, hogy több ezer liter, meg több ezer üveget lepalaszkozzunk. 16 féle pálinkából lehet válogatni. Hogy van cseresznye, az teljesen természetes. De hogy sütőtökből, homoktövésből is igencsak finom párlat készíthető, azt alig, hanem legalább egyszer mindenkinek ki kell próbálnia. Csak a pálinkától szakadunk el, a homoktövistől még nem. A homoktövis az a gyógynövények királynőjének nevezik. A kínaiak több mint 1000 év óta használják a saját gyógyászatukban. Nagyon jó immunerősítő, gyulladás csökkentő, kívül belül a homoktövis. A vásárlók, akik hozzánk visszajárnak, ők vérnyomás csökkentő hatását igazolták vissza, vércukor csökkentő hatását igazolták vissza. Több olyan vásárló van, aki hát mindenféle orvossal egyeztetve többfajta gyógyszert el tudott hagyni, mert a homoktövis több mint 180 féle hatóanyagot tartalmaz, vitaminokat, ásványi anyagokat, amit a szervezet hasznosítani tud, és tulajdonképpen egy nagyon erős, természetes immunerősítő. Részben még maradunk a folyadékoknál, mégpedig a lehető legjobb helyen, egy rendhagyó bár rendhagyó mixerénél. Szigorúan alkoholmentes frissítők készülnek mindenből, ami megteremhet a kiskertben. Az ilyenekből lesz a manci szörp. Az a furcsa, hogy legtöbben nem a standardot keresik, hanem mindig különlegesebbet. Tehát most idén csináltunk fenyőrügyet, az már elfogyott. Csináltunk ugye rózsa, az is érdekes, abból is gyakorlatilag ez az utolsó palack. És ezekre úgy néz ki nagyobb a kereslet, mint a hagyományos szörpükre. Ennyi előkészület után épp itt az ideje, hogy elmerüljünk az illatok, ízek sűrűjében. Szerencsére nem vagyunk egyedül, nagyon nem. Sokszor rácsodálkoznak, de egyébként meg gyakorlatilag én is próbálom azt a vonalat vinni, hogy minden olyan terméket is tudjak gyártani, amit akár a boltok polcai megtalálnak, mert ugye azt szokták meg is, hogy nálam az is legyen, akár egy trapista sajtról beszéljünk, csak amikor megkóstolják, akkor rájönnek, hogy
Ja, hogy ez a trapista sajt, eddig ez nem ilyen volt. A kézműves termékeket előállító nagykörűieket egy helyi egyesület is segíti. A nagykörűi virágzástól befőzésig helyi termék klub és turisztikai egyesület számításai szerint minden az általuk szervezett rendezvényre fordított forint 10-szeresét fialja. Azaz ennyi kerül a helyi termelők, szállásadók számlájára. Mert hogy áru van, minőség van, és mindenhez valami utánozhatatlan báj, derű, jókedv, bizalom társul. Régi recepteket dolgozzuk föl, de nagyon sok mindent saját magam találok ki. Tehát próbálok kísérletezni minden évben jobb és jobb termékeket előállítani, vannak is különlegességeink. Egyébként én konzervipart végeztem, tehát nekem van egy kis alapom is, tehát tudom, el tudom készíteni ezeket a termékeket. Savanyúság, szörp, ivólé szigorúan tartósítószermentes állapotában, amire egyre inkább odafigyelnek a vásárlók is. De akármelyik másik standnál állunk is meg, ugyanez a szellemiség köszön, mosolyog vissza ránk. Kíváncsi vagyok én is azért így az ízvilágára, hogy milyen, azért nagyon jó így a termelőktől vásárolni. Ők is próbálkoznak mindig valami újdonság a régi ízekkel is, és szerintem nagyon szuper, nagyon jó. Ez a fiatalember sajtokat készít, nem is akármilyeneket. Amolyan vendégművészként van jelen a nagykörűi piacon, hiszen Nógrád megyéből jön, de már szinte ő is hazajár Nagykörűbe. Egyre jobban felfedezik az emberek, hogy az igazi értéket a kézműves termékek jelentik, hiszen nem egy nagyiparilag feldolgozott és minden részébe kihasznált, akár mondjuk most jelen esetben az én esetemben tejről beszélünk, hanem egy teljes beltartalmi értékkel rendelkező élelmiszerről, ami mindenki számára sokkal fontosabb. A sajtról most átkötünk a kecskére, illetve a kecske tejre. Kevesen tudják még, de Nagykörű a magyar sajtóút egyik állomása is. Azt pedig még kevesebben tudják, hogy kecsketejből nem csak sajt, de első osztályú tisztálkodási szer is készíthető. Természetesen, szintén helyben. Én bízom benne, hogy inkább így a természetes irányába mennek az emberek, és akkor inkább azt használják, amit a bőrük is megkíván. Tehát látszódni fog ez rajtuk, hogy érezni fogják, hogy mire van szükségük, és akkor ha beválik valami, akkor azt fogják használni, gondolom én. Még ne teljünk el az ízekkel, illatokkal, zamatokkal, se a kézműves termékek előállításáról folyó beszélgetésekkel, mert ezek a termelők nagyon szívesen, nagyon okosan beszélgetnek arról a vásárlókkal, hogy mi minden van egy finom falat, egy ízes korty, vagy éppen egy használati tárgy mögött. Kezd felértékelődni a múlt, mert ugye majd megunjuk a műanyagokat, és akkor egyszer csak ebbe rakjuk majd bele a lisztet, vagy ebben megyünk el a kosárral, megyünk el az üzletbe vásárolni, ugye nem a műanyag zacskókat, tehát ez fogja majd valamikor felváltani, reméljük. A régi nagyöregek az újrahasznosítás bajnokai voltak, jól lehet-e kifejezést, akkoriban nem is ismerték. A műanyag cunami előtt nemigen létezett szemétdomba falu szélen. A szalmából készült használati tárgyak évtizedekig szolgáltak. Ha végképp menthetetlenekké váltak, hát a kemence elnyelte valamennyit. Én 10 éves koromban csináltam az elsőt, mondjuk. Hát nem tanultam, mert a nagyapámnak ugyanis ő is készítette annó, csak őt nem ismerhettem, hanem ugye az ő tárgyairól lenézve, és akkor úgy magamtól elkezdtem csinálgatni, és akkor egyszer csak kialakultak a formák. Végül is ugye a formákkal nem lehet játszani, mert ugye ragaszkodni kell a formákhoz, amit az őseink ugye megalapoztak, mert ennek ugye mindnek funkciója volt, tehát ebből nem lehetett sok mindent csinálni, mert ugye nem olyan, mint a veszőfonás, hogy mit tudom én, miket fonnak belőle, meg raktárnyi mennyiség van elkészítve. Ebből csak kimondottan, tehát mindnek külön neve van, ugye kenyértartó, vagy tojásgyűjtő kupulyka, vagy kelesztő szakajtó, ugye ebből nem lehetett tömegárút gyártani. A helyi termék egyre inkább alternatívát jelent fogyasztási szokásainkban.
helyi gazdaságra gyakorolt hatásuk nem is lehet vita tárgya. Egy-egy településen akár a megmaradás, a helyben maradás alapja is lehet. Tudatos vásárló most már egyre több van, és csak ilyeneket keresnek többnyire. Szerencsére rájöttek, hogy nem kell tartósítószeres ételeket fogyasztani, hanem az igazi teli gyümölcsel lévő lekvárokat, szörpöket, ivóleveket kell keresni. Úgyhogy ezért nagyon jó ez így. És a piacok is nagyon jók, egyre jobban többen készítenek ilyen termékeket, és többen érzik ezt az ízt, hogy igenis sokkal-sokkal jobb íze van, sokkal szebbek, amit mi rakunk el, tehát ami igazi termék, tehát igazi gyümölcs van benne, és nem pedig egy ízesített valami. Itt minden az, ami nem annak látszik, nem hasonlít rá, hanem az. A szalmakosártól a pálinkán, szalámin, sajton, szörpön, savanyúságon, asztalterítőn át a cseresznyéig. A fair módon készített ételek, a normális alapanyagból, jó alapanyagból, helyes technikával, mindenféle adalékanyag nélkül készült ételek, azok nagyon-nagyon fontosak. Nem csak az egészségünknek fontosak, hanem én azt gondolom, hogy ez emeli az belső értékeinket is. Hogyha látjuk azt és tudjuk azt, hogy milyen helyen, ki által készített ételt vásárolunk, akkor én azt hiszem, hogy abban sokkal boldogabbak vagyunk, és sokkal többet nyerünk, mint egyszerűen csak attól, hogy vásároltunk faluhelyen egy piacon. Én ebben őszinte hiszem. A nagykörűi kistermelők nem akarnak bezzeg kézművesek lenni. Közösségük kijelölt magának egy utat, azt tapossa. És ne legyen kétségünk, nagyon sok munka, hajnali ébredés van minden általuk kínált portéka mögött. Mindezek ellenére, vagy éppen ezért, a körei piacon mindig nagyon magas az egy négyzetméterre jutó mosolygós, derűs kistermelők aránya. Ez a régi világban is úgy működött, hogy amikor eluralkodott a cseresznye nagykörűben, azért nagyon sok gazda úgy gondolkodott, hogy nem csak a júniusban kell megélni, amikor a cseresznye terem, és már akkor a gyümölcsöseket úgy ültették, úgymond piacosan, hogy legyen a más időszakokban is jövedelem forrás. Barackot, körtét, almát ültettek közé. Most valami egy más formában működik ez, hogy ha megmaradt a cseresznyén keresztül az affinitás a termeléshez, kis termeléshez, feldolgozáshoz, és nagykörű nagyon kis társadalma, kis közössége nagyon nyitott volt arra a trendre, amikor a helyi termékek népszerűsége megnőtt, és hál' Istennek itt nagykörűben nagyon sok kis termelő működik ma, sajtosak, füstöltárusak, lekvárosak, és most már egész sor különlegesség is van, például a fekete fokhagyma, ez az új büszkeségünk.